A világ nem lesz már ugyanolyan, mint február 24-e előtt volt, de milyen lesz? Jó estét kívánok, ez itt a Hősök Tere Alapítvány rendkívüli online szalonja, Orosz Györgyi vagyok. Folytatjuk a beszélgetést az orosz-ukrán háború lehetséges kimeneteléről, a szankciók hatásairól, a háború utáni új világrendről, Rácz András történésszel, politológussal, biztonságpolitikai szakértővel, és nem sokára Ungvári Krisztián történésszel is. Moderálom a beszélgetést, és kérdezzetek ti is chatbe írva, igyekszem struktúrálni ezeket a kérdéseket. A Hősök Tere Alapítványnak alapvetően az a dolga, hogy tanároknak, iskoláknak segítsünk, hogy elérjük, hogy az emberek merjenek kiállni és tenni másokért. És mi most büszkék vagyunk arra, hogy elképesztően sok magyar ember vállal felelősséget, és áll ki a menekültekért a határon túl is, vagy Budapesten, vagy az országban, bármely részeken, pályaudvarokon, és akár az otthonaikban, a legkisebb településeken is, ezekben a napokban. És reméljük azt is, hogy ez a segítőkészség ez kitart még, mert biztos, hogy szükség lesz rá, nem csak ma, holnap, hanem egy kicsit, és lehet, hogy sokáig, és egy kicsit később is. De akkor miért vagyunk mi most ebben a körben, ha elvileg mindenki segít? Egyfelől azért, mert mi azt érezzük, felelősséget érzünk azért, hogy ti, akik itt vagytok most, a híreken túl mélyebben és alaposabban értsétek ezt a háborút és annak hatását, hogy jobb döntéseket hozhassatok, és hogy még felelősebben beleállhassatok helyzetekbe, mert van hatásotok. Mert a ti viselkedésetek mint a mások számára. És azért hadd mondjak erre egy példát. A múlt héten egy orosz női csoport csütörtökön este elindított egy petíciót, amiben tiltakoztak a háború ellen. Ők ezt tehették meg akkor még. A petíciót egyébként Bíró Dalma jóvoltából kaptuk meg mi is. És a múlt pénteken, amikor a szalon kezdetekor itt voltunk, akkor néhány ezernél tartott, ha jól tudom, az aláírások száma. És tegnap estére több mint 1 milliónál. És ebben nektek is szerepetek van. Úgyhogy köszönjük azt is, hogy ti sem azonosítjátok az átlag embereket egyébként a hatalommal. És miért vagyunk még itt? Azért, mert kapaszkodókat ígértünk 2 éve ebben a szalonban, és ez a gyerekekhez is kapcsolódik. Mert foglalkoznunk kell az ő lelkükkel is, akiket eddig a 2 év Covid rázott, meg most pedig a háború. És hisszük, és egyébként tapasztaljuk is azt, hogy ha sikerül őket szisztematikusan egymás felé fordítani, és az együttérzést, az együttműködést nagyon tudatosan és érzékenyen, élményeken keresztül építeni bennük, akkor azáltal, hogy másokkal törődnek, saját magukért is jobban ki tudnak állni majd, és még inkább képesek lesznek megküzdeni a saját problémáikkal is. Vagyis a mi működésünk, a Hősök Tere Alapítvány dolga nincs kipipálva azzal, hogy az emberek már tesznek másokért, hiszen ott vannak annyian is segítenek. Van feladatunk bőven a gyerekeinkkel is, és ez most nem csak a szülők dolga. Ezt szerettem volna mindenképpen bevezetőben nektek elmondani, és most a hosszú bevezető után vágjunk is bele. András, Krisztián, ha már itt vagy, még nem látlak, köszi a türelmet. András, délelőtt beszéltünk, és azt mondtad, hogy hoztál térképet most is, és szívesen megmutatod, hogy hol tart most ez a háború, mire kell most figyelnünk, melyik területekre, főleg az evidenciákon kívül. Úgyhogy parancsolját is adom neked a szót. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy így egy héten belül másodjára is kíváncsiak vagytok rám, ez valószínűleg kevesekkel történik meg, úgyhogy tényleg köszönöm, és megtiszteltetés. Megpróbálom megosztani a képernyőmet, meglátjuk, hogy besül-e a dolog. Van egy kis szerencsénk. Elvileg ezt most látjátok? Most azt, hogy start a screening, tehát hogy mindjárt megosztod, de még nem látunk se. Most már látjuk ezt a térképet. Most láttuk egy térképet, tökéletes. No, ugye ez a térkép, ez gyakorlatilag a ma hajnali hadi helyzetet ábrázolja. Ugye erre is igaz az, amit az előző alkalommal mondtam, hogy van ez a bizonyos háborúködő jelenség. Tehát teljesen pontos képet az aktuális harcászati helyzetről, nyilvános forrásokban nem nagyon lehet kapni, tehát egy pici spéttel viszonyulunk ehhez az egészhez, de a főtrendek ezzel együtt azért látszanak. Ugye a múltkor is úgy csináltuk, hogy körbe mentünk a támadások főirányain, megnézni, hogy most éppen aktuális, ahogy áll a helyzet. Megpróbálok belezoomolni, ez szokott működni, tökéletes. Tehát nagyjából kezdjük a déli front irányjal, tehát a Krímből kitörő orosz erők, így a háború 8. napjára elfoglalták az első jelentősebb ukrán nagyváros, ez Herszon kikötője, itt, ahol az egérre mutatok. Ez egy 300 000-es város,
és nagyon fontos kikötő többek között azért is, mert nem csak tengeri kikötő, hanem ugye a Dnyeper folyónak a tengerhez legközelebbi városa vagy befolyási pontja. Tehát Herszon megszerzése orosz szempontból jelentős sikernek tekinthető, annál is inkább, mert azzal, hogyha Herszon a kezükre kerül, megnyílik az út a Ukrajnának a Fekete-tenger partja többi szakasza felé. Ugye itt a legjelentősebb természeti akadály az a Dnyeper folyó volt. Ugye egy hétig álltak gyakorlatilag Herszon előtt, mire sikerült bevenni a várost. Herszontól éjszakra sikerült egy átkelőhelyet létesíteni, hogy megkerülték a várost, ostrom alá vonták, és tegnap Herszon esett. Most a várható további főirány az az, hogy Mikolajév felé haladnak tovább. Ez is egy nagy település, és még jelentősebb olyan szempontból, hogy itt vannak a legjelentősebb hajógyárak és hajójavító üzemek. Ezeknek a megszerzése az Oroszország számára hadászati szempontból is fontos lenne, hogyha valamilyen módon meg tudnak tartani. Ugye a Szovjetunióban is a legnagyobb hajógyárak Mikolajevben helyezkedtek el. Az egykori szovjet flotta minden nagy hajóegységet Mikolajevben építették, ezért van, hogy Oroszország ugye a szovjet felbomlás óta fregatnál nagyobb hadihajókat nem tud építeni, mert egyszer nincs olyan hajógyár, ahol ezt meg lehetne csinálni. Ugye ezek Mikolajevben voltak ezek a gyárak. És hát nyilván nem Mikolajevnél állnának meg, hanem Odessa lenne itt a korona ékszer. Most ott tartunk mai késő délutáni állapot szerint, hogy Mikolajevet is körbezárták, kezdődik az ostrom, és várhatóan elindul majd egy formáció Odessa felé, illetőleg indítanak északi irányba is egy csapást. Ennek az lehet a funkciója, hogy kicsit kitágítjuk a képet, hogy Dnyiprót és Zaporizsiát elvágják az ország többi részétől. Ez azért lesz egy nagyon releváns kérdés, mert korábban a háború elején voltak olyan bestések, hogy legfeljebb a Dnyeper vonaláig mennének el. Hát itt most, illetőleg ugye a Fekete-tenger partja, itt ez az északi irányú csapás, ha tovább tud haladni, akkor ezekre a korai bestésekre rácáfol, és azt fogjuk mutatni, hogy komolyabb ambícióik vannak. Ugye, ami az Azovi-tenger medencéjénél zajlik, ugye múlt pénteken beszéltünk utoljára az akkori állapothoz képest, végig söpörtek az Azovi-tenger partján, elfoglalták Melitopolt, ami egy 150 ezer fős kis mezőváros, teljesen nyílt település, ehhez képest az, hogy Melitopol egy napig tudta magát tartani, az megsüvegelendő eredmény. Berdyanszk érdemben nem állt ellen, ez egy kisebb kikötőváros itt, és mostanra bezárult az ostromgyűrű Mariupol körül. Mariupol Ukrajna második legjelentősebb kikötője, térképen picinek tűnik, valójában ez egy 450 ezer fős település. Tehát ez egy komoly, jelentős nagyváros. Mariupolt úgy zárták körbe, hogy a kelet-ukrajnai szakadárok is egy nyugati irányú művelettel északi oldalról körbezárták a várost. Mariupolnál most szabályos ostrom zajlik, és a polgármester naponta közül egészen megrendítő felhívásokat, meg információkat, hogy olyan tűz alatt vannak, hogy a halottakat se tudják eltemetni, és most éppen dől romba a város. Kicsit kizumolunk. Ugye Mariupol sorsa azért jelentős, mert ugye a háború február 24-én indult. De előtte, ez egy csütörtöki nap, múlt csütörtök. De előtte hétfőn, 21-én, ugye Vladimir Putin orosz elnök elismerte a két kelet-ukrán szeparatista, kvázi köztársaság, szeparatista entitás, az úgynevezett Donyecki népköztársaság és Luhanszki népköztársaság idézőjeles függetlenségét. A továbbiakban lehet, hogy DNR és LNR néven fogom őket emlegetni, Donyecki Narodnaja Respublika, Luhanszki Narodnaja Respublika, tehát Donyecki és Luhanszki népköztársaság. Na most a függetlenség elismerésénél az egyik nagy kérdés az volt, hogy rendben elismerik a függetlenségüket, de milyen területtel. Mert a Donyecki és a Luhanszki szeparatisták körülbelül azokat a területeket tartották, amelyek ettől itt a folyamatos vörös vonaltól kelet irányba helyezkedtek el. Ezek az általuk de facto ellenőrzött területek. Igen ám, de mindkét szeparatista entitás ennél nagyobb területre tart igényt. Tehát mind a Donyecki, mind a Luhanszki idézős alkotmányban az szerepel, hogy a két terület, vagy a két kvázi köztársaság területe mindazon területekből áll, amelyeket a függetlenségük kikiáltásának pillanatában ellenőriztek. Picit bonyolult, nem baj. Tehát a függetlenség kikiáltására pillanatában ellenőriztek. A függetlenség kikiáltása az 2014. május 21. Ugye ez az a, tehát ekkor volt a kelet-ukrajnai szeparatizmus a legkiterjedtebb, ekkor ellenőrizték a legnagyobb területeket. Most jön a rossz hír, Mariupolt is. Tehát azzal, hogy Oroszország a saját idézős alkotmányos területük
szerint ismerte el a Donyecki és Luhanszki népköztársaságot. Ebbe az is beletartozik, jelen állás szerint, hogy Mariupolnak is a Donyecki népköztársághoz kellene tartozni a továbbiakban. Másképp fogalmazva, elég nagy valószínűséget lehet rendelni ahhoz a variánshoz, hogy Mariupolt Oroszország megpróbálja majd kiszakítani Ukrajna területéből tartósan. Ez nyilván a háború végkimenetelétől függ. Jelen állás szerint nem látszik, hogy Ukrajnának lennének olyan erői, amelyek képesek felmenteni Mariupolt. Tehát innentől az a kérdés, hogy ez a körbezárt kikötő város, ez mennyi ideig tud kitartani. Azért sem reális Mariupol felmentése, mert itt a Krímből kitört orosz erők most arra egy jelentős páncélos gépesített formációval gyors ütemben haladnak észak irányba, Zaporizsia előtt állnak nem sokkal, utána következő irány Dnipro, majd pedig feltételezhetően Poltava. Ennek a műveletnek a stratégiai célja az lenne, hogy a Kelet-Ukrajnában itt állomásozó ukrán erőket bekerítsék, elvágják. Tehát a Kelet-Ukrajnában állomás az ukrán erők számára jelenleg a feladat, vagy valószínűsíthető tevékenység arra fog irányulni, hogy kitörjenek, kijussanak ebből a bekerítésből, tehát nekik itt alapvetően észak-nyugat irányba kellene megpróbálni mozogni. Ebben a kontextusban Mariupol felmentése egyáltalán nem reális. Tehát bármiféle felmentési kísérlet, ami Mariupol gyűrűjének áttörésére, vagy az ostromlatok megsegítésére irányulna, az valójában azt eredményezné, hogy a felmentési kísérletben résztvevő ukrán erők is oda vesznek, ahelyett, hogy érdemi segítséget nyújtanának ennek a városnak. Tehát itt nem nagyon látszik az, hogy Mariupolt a hőségségén kívül mi tudná megmenteni. További irányokat, ha végignézzük, Harkivet körbezárták, zajlik az ostrom, negyedik napja, ez szabályos ostrom. Idősebbek emlékezhetnek, ez az, amit Oroszország az első és második csecsen háborúban Groznyjal csinált. Tehát feladták azt, hogy villámháborúval gyorsan, menetből bevegyék a várost, körbezárták, tüzérséget telepítettek a város körüli helységekbe, dombokra, és onnan lövik teljesen szisztematikusan, és nem csak katonai célpontokat. Tehát ellentétben az orosz vezetésnek azokkal az állításaival, hogy itt kizárólag katonai célpontokat támadnak, és a polgári lakosságnak nem esik bántódása, rakétasorozatvetőkkel lőnek lakó negyedeket. Tehát rakétával lőtték a Harkivi adminisztráció épületét, kazettás lőszereket használnak, szintén a polgári lakosság ellen. Tehát itt egészen konkrét háborús bűncselekményeket követnek el, és még többet fognak elkövetni. Tehát itt Harkivra valami hasonló sors vár, ha nem történik csoda, mint ami Groznyja történt a csecsen háborúk során. A Harkivot ostromló erők le vannak telepítve, a további páncélos és gépesített formációk pedig haladnak tovább gyors ütemben nyugat irányba, a cél a Poltava és a Kijev közötti országút elvágása. Emlékezzünk, azért fontos ezt az országutat elvágni, hogy az itt a bekerítésből esetleg kihátrálni próbáló erőknek már ne legyen menekvés. Tehát itt egy versenyfutás fog kezdődni, hogy ezek az ukrán erők ki tudnak-e jutni a bekerítésből, vagy ha nem, akkor tudnak-e olyan támpontot találni, ahol belátható ideig ellen tudnak állni. Jelenleg azt tűnik valószínűnek, hogy talán Dnipro lehet egy ilyen település, vagy egy ilyen támpont, hogyha ott át tudnak jutni a Dnyeper hídján. Amennyire tudjuk, a Dnyeper hídjai még épek, de ez változhat. Harkiv körül ostromgyűrű, több kisebb másik ukrán város körül szintén ostromgyűrű. Az látszik, hogy az orosz erők átrohannak a városokon, vagy megkerülik őket, és a nagy mozgékonyságú páncélos gépesített erőknek az a célja, hogy látható minél gyorsabban haladjanak előre, az ellenálló településeket körbezárják, és remélik, hogy majd később fel tudják számolni. Szumi egyelőre még tartja magát, itt már egy kisebb város sikerült megszerezniük. Csernyhív szintén tartja magát, mindkét helyen ugyanaz látszik, amit Harkivban is csinálnak, tehát véget ért az, hogy próbálják kímélni a civil lakosságot, most arra ez egyáltalán nem cél. És ugye a legsúlyosabb a helyzet, értelemszerűen Kijevnél. Ami miatt a tegnapi nap bizonyos értelemben különleges volt, az, hogy sor került az ukrán erők első ellentámadására, Zsitomirból kiindulva Kijev, illetőleg ugye a Kijev-Lublin főút vonala felé. Ennek a műveletnek úgy tűnik, hogy sikerre zárult egyébként, de ezt majd meglátjuk holnap reggelre. Az a célja, hogy lassítsa Kijev bekerítését. Tehát ugye Kijev lakossága az nagyjából 2,8 millió fő, ugye agglomerációkkal együtt 3,5,
Jelenleg 6-700 ezer ember hagyta el Kijevet, ami azt jelenti, hogy azért a lakosság nagyjából kétharmada az még ott van. 75%-a még ott van, nem tudjuk pontosan. Tehát itt rengeteg civil van beszorulva Kijevbe, és ugye minél később zárul be körülöttük az ostromgyűrű, annál, hát idézve nem jobb a helyzetük, de mondjuk annál lassabban romlik. Tehát itt ennek az ukrán műveletnek ez volt a célja, amit az orosz erők tevékenységéről tudunk, láthatóan ugyanarra készülnek, mint Harkiv esetében, csak sokkal nagyobb léptékben. Tehát itt is Kijev szisztematikus ostroma lesz a cél, de tényleg itt a nagyságrendekről, és itt a Karácsonyi Dávid geográfus kollégámat szeretném idézni, magyarul ezt ő írta meg, érdemes rákeresni a nevére, egészen kiváló szakértője posztszovjetiség földrajzának. Dávid mutatta ki azt, vagy ismerte fel azt, hogy tulajdonképpen azt, hogy egy ekkora város megostromolnak, ekkora ostrom Európában a II. Világháborúban nem volt. Tehát a jugoszláv háború ostromai azok ennél kisebbek voltak. Tehát itt valami egészen nagy léptékű és a maga torz módján különleges dolog fog történni. Nem nagyon látszik, hogy ezt hogyan lehetne megakadályozni. Az a bizonyos híres orosz konvoj, ami minden híradásban szerepel, ugye ezen a vonalon jön be Belarus felől, és nagyon szórakoztató módon saját maga számára is képez forgalmi akadályt. Tehát lehet ezen kacagni, mert sokkal lassabban haladnak, mint gondolják, de ezzel együtt előbb-utóbb odaérnek. Tehát ez a konvoj, ez ma már tudjuk az összetételét, ez alapvetően ellátmányt, lőszert szállít, illetőleg az ostromhoz szükséges tüzérségi eszközöket. Tehát nem fogják megpróbálni úgy bevenni Kijevet, ugye, mint annak idén Boton Vitéz bizánc híres kapuját, hogy betörni, és akkor berohanunk, hanem itt szabályos ostrom lesz, felmérhetetlen szenvedéssel a polgári lakosság számára. Tehát a katonai helyzet az körülbelül itt tart. Az orosz erők nagyon komoly logisztikai problémáktól szenvednek, alacsony a moráljuk, és az látszik, hogy a bevetett erők a feladathoz nem elegendőek. Az eredetileg kitűzött feladathoz. Ez a térkép azért jó, nagyon sok olyan térkép van, ami az orosz erők mögötti területeket már más színnel ábrázolja. Hogy az már úgy az övék. Valójában nem erről van szó. Annyi erejük nincs, hogy ezeket a területeket megtartsák, hogy ellenőrizni tudják. Tehát minimális egyszerűsítésre úgy szokás számolni, megszállásnál nagyjából 200 lakosonként van szükség egy megszálló katonára. Most Ukrajna lakossága 40 millió fő. Ebből ki lehet számolni, hogy csak a megszálláshoz lenne szükség annyi erőre, amekkor az orosz támadó kontingens összesen. Tehát ez messze meghaladja a lehetőségeiket. Tehát ezért jó ez a térkép, mert azt mutatja, hogy a főútvonalak mentén haladnak előre, azokat a térségeket ellenőrzik, ott közvetlenül a főútvonalak környékén, de ami vidéken vagy ettől messzebb van, az valójában még ukrán kézen van. Tehát nagyon instabil ez a helyzet, az ukránok kifejezetten hatékonyan támadják az orosz erők ellátási vonalait, de ezzel együtt az orosz előrenyomulás csak lassul, de nem áll meg. Tehát a trend ugyanaz, amit múlt pénteken is mondtam, nagyon-nagyon hősiesen küzdenek az ukrán erők, de minden fronton fordulnak vissza. Az, hogy Oroszország kezdeti céljait nem tudta elérni a villámháborús eszközökkel, ez nem azt jelenti, hogy a cél megváltozna, csak az eszközön változtatnak, tehát ugyanúgy katonai erőt alkalmaznak, csak immár szisztematikusabban, lassabban, ráérősebben, és sokkal nagyobb pusztítással. Tehát körülbelül itt tartunk most. Igen, ezt a célt sajnos Putyin meg is erősítette most délután, hogy ő továbbra is kitart a mellett, hogy demilitarizálja Ukrajnát. Van néhány fontos kérdés ehhez, vagy amit jó lenne megérteni, hogy miért nem az északról Kijevbe tartó konvoj, az miért nem támadott még eddig? Miért nincsen a tenger felől támadás? Tenger felől lesz. Tehát a kicsit kizumolok a térképpel, ugye azt tudjuk, hogy a háború előtt Oroszország összevonta a Krím-félszigeten nem csak a Fekete-tengeri flotta partraszálláshoz használható hajóit, de áthozott hajókat a balti flottától, sőt még az északi flottától is. Ezek a hajók szépen decensen megkerülték Európát, megérkeztek a Fekete-tengerre, most arra 10-nél több ilyen úgynevezett nagy partraszállító hajó van ott a Krímben, megfelelő számú tengerész gyalogos alakulattal. Egy kisebb partra szállásra egyébként sor került, megpróbálok itt belezoomolni újra, csomódon Mariupoltól keletre hajtottak végre egy kisebb partra szálló műveletet, ennek olyan nagy katonai szükségszerűség nem volt mögötte, itt inkább az lehetett, hogy a tengerész gyalogság nem akart kimaradni Mariupol bevételéből,
tehát csináltak egy kisebb műveletet. A Donyeszki szakadárok épp úgy be tudták volna zárni ezt a gyűrűt, mint a tengerészgyalogság, ezzel együtt egy ilyet csináltak. De a mariupoli partraszállásban résztvevő erők csak nagyjából 20-25%-a az összevont, azoknak az összevont erőknek, amelyek partraszállást kísérelnek meg majd valahol. Ugye innentől már nagy feladvány nem maradt, az Azovi tenger partján már nincs értelme ilyesmit végrehajtani, a Fekete-tenger medencéjén maradt, viszont ilyen partraszálló desszantművelet szempontjából Mikolajiv környéke az egy nagyon bonyolult terület, számos apró szigettel, tehát nagyon kockázatos lenne ott a partraszállással próbálkozó hajók sorsa, mint behatolnak. Minden forrásban az szerepel, hogy a partraszállás valószínű célpontja az Odessa. Erre akkor fog sor kerülni, hogy egy partraszálló műveletnek akkor van értelme, ha záros időn belül csatlakozni tudnak a szárazföldi erők. Tehát nem Normandiát képzeljünk el, hogy egy komplett hadsereget raknak partra, és akkor az ott kiépített állásokból aztán indulhat egy hadászati léptékű offenzíva, ez kisebb. Néhány ezer fő partra tételéről lehet szó, könnyű fegyverzettel, könnyű páncélos járművekkel első körben, aztán jöhet a nehéz technika is, de ezzel együtt nem sok. Tehát Odessa környéken akkor lesz partraszállás, hogyha Mikolajivet sikerül megkerülniük, és a szárazföldi erők elég közel tudnak jutni Odessához, ez pár nap. Lesz partraszálló művelet. Ez a bizonyos konvoj, ez azért nem támadta meg úgymond Kijevet, mert nem ez a feladata. Ez alapvetően nem harcoló erőkből áll, eznek nem első vonalbeli harcolóerők, hanem rengeteg utánszállítmány, rengeteg lőszer, vontatott tüzérség és egy csomó minden más. Ennek a konvojnak az a feladata. Nem is folyamatos egyébként, tehát hogy több helyen hoznak létre ellátópontokat, száll ez inkább több kisebb konvoj egymás után. Tehát ennek lesz az a feladata, hogy majdnem oroszul mondtam, de jó, hogy felállítsa és befejezze az ostromgyűrűt Kijev körül. És akkor utána fog kezdődni Kijev ellen az, ami Harkivra vár. Az amerikai bestések szerint Kijev 4-6 hétig tarthatja magát. És nem látszik arra jel, hogy fel akarnak adni a várost, tehát itt egy hosszú véres elhúzódó ostromra kell készülni. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy állítólag 16 ezer külföldi önkéntes csatlakozott az ukrán haderőhöz. Ők el tudnak-e jutni oda, hova kell, és mekkora erőt képvisel ez, illetve azok az egyéb fegyverek és egyéb kívülről, kintről jövő segítség, az képes eljutni oda, hova kell, és ez így mekkora erőt tud képviselni, vagy mit nem? Ugye a 16 ezer önkéntes, ez nem mind harcoló, ez nagyon fontos. Tehát Ukrajna ugye megteremtette a jogi lehetőségét annak, hogy külföldiek csatlakozhassanak az ukrán fegyveres erőkhez, támogassák Ukrajnát gyakorlatilag a létezésért folytatott küzdelemben. Ezeknek az önkénteseknek jelentős része egyébként hangozik bármilyen meglepően IT szakember. Akiknek adott esetben oda sem kell menniük. Tehát akiknek az lesz a feladata, hogy Ukrajnát támogassák abban, hogy a kibertérben megőrizhesse az ellenálló képességét, működőképességét, és hát offenzív kiberműveletekre is természetesen lehetőséget ad. Tehát ezeknek egy része az IT szakember, egy másik része az pedig katonai tapasztalatokkal rendelkező veterán, különféle fegyveres formációk veteránja, vagy a saját anyaországuk hadseregének, vagy a francia idegen légiónak, ezt ugye még pontosan nem tudjuk. Jelentős számban vannak közöttük ukrán származásúak, akik más országokban élnek. Ugye ez a mintázat, ez látszott a háború elején is, tehát sok amerikai ukrán ment harcolni, kanadai ukrán ment harcolni, feltétlenül most is hasonló ismétlődik. Oda fognak tudni érni persze. Tehát a belépés, tehát ahol be lehet menni, az Lengyelország, ugye kizumolunk, amennyiben nem fagy le nagyon jó, tehát a lengyel határon be lehet lépni, és onnan el lehet jutni a harci vezetik valameddig. Kijevbe jelenállás szerint délről még szabad az út, a keleti irány az már rosszabbul néz ki. Most kérdés az, hogy az egérre mutatok ezek az orosz formációk, ezeknek mi lesz a sorsa, mert logisztikai szempontból nagyon-nagyon túlnyújtózkodtak, túlterjeszkedtek. Tehát nem biztos, hogy ez a keleti irány most még zárva van, mindenképpen ingatag, a dél egyelőre az még nyitva van, tehát oda tudnak érni ezek a formációk, és hát nem is feltétlenül csak Kijevben kell harcolni. Uh-huh. Ami a nyugatról érkező fegyvereket illeti, ugye ezeknek egy része olyan fegyver, ami Ukrajnában már rendszerben áll. Tehát nincs olyan probléma, hogy ki kéne először képezni az ukránokat arra, hogy tudják használni. Ugye nagy számban kapnak Javelin típusú páncéltörő rakétákat, ezeket már néhány éve rendszerben tartják, ezeket még a Trump adminisztráció kezdte el szállítani.
olyan szempontból ténylegesen jók, hogy ezt ismerik, ezt használták, tudják, hogy hogyan működik, mik a korlátai, mik az előnyei, ők ott kapnak úgy gyakorlat azokból a fegyverekből, amiket ismernek. Ugyanez a helyzet a Törökország által gyártott és szállított Bayraktar támadó drónokkal, ezekből is érkeztek újak, illetőleg több európai ország szállít mesterlövészpuskákat, ez is hasonló, ezek mind oda tudnak érni. És érkeznek nagyon-nagyon különleges elem, Németország ma jelentette be, hogy az egykori NDK készletéből szállít több mint 2000 vármegindítható légvédelmi rakétát. Ezek régiek, de működnek egyrészt, kettő ugye Ukrajna is ezeket tartja rendszerben, tehát nincs olyan típusú probléma megint csak, hogy ki kéne őket képezni. Pici a hatótávolságuk persze, tehát 2000-2500 méter valami ilyesmi. De mondjuk alacsonyan repülő helikopterek ellen lehet hatásos, illetőleg azt látjuk, hogy Harkivnál két napon belül a második orosz vadászrepülőgépet lövik le, mert mind a kettő elkövette azt a hibát, hogy lejött kis magasságba. Tehát, tehát ezek a fegyverek, és különösen a harckocsi elleni fegyverek, ezek komoly hatást gyakorolnak a küzdelem kimenetelére. És ez még inkább így lesz, hogyha megkezdődik az ostrom, és megkezdődik a városokban folyó küzdelem. És a civilek, akik egyébként elképesztő leleményesen állnak ellen, és állnak ki fegyvertelenül akár, vagy főleg fegyvertelenül a saját falujukért. Ugye délen volt egy, van egy kis falu, ahol tegnap láttam erről, és egész nap azt néztem, amit onnan közvetítenek, hogy van egy atomerőmű, ami köré épült egy falu, és a falunak a lakói gyakorlatilag teljes egészükben kiálltak az útra, és fegyver nélkül eltorlaszolták az utat, és van számtalan ilyen. Ennek a civil erőnek milyen mekkora ereje van a háborúra, akkor tud-e valamit változtatni ezen? Illetve annak, hogy ők erről kommunikálnak a social médiában és a világban mindenfelé. Ez mekkora energiát tud hozni, és itt majd szeretném, Krisztián, téged is szívesen bekapcsollak lassan, mert azt mondom, hogy ez viszont egészen más, én nem értek hozzá, de talán egészen más, mint amit eddig láttunk háborúk kapcsán. Szörnyű ezt így mondani. Ja, az, hogy eszelősen bátrak egyébként. Enerhodárról, tehát erről a kis település, mindjárt beszélek, az egy külön sztori, és az ronda véget ért. De az, hogy civilek tényleg a saját testükkel próbálják feltartóztatni, meg lassítani az előrenyomulást, ez egyik oldalról elképesztő hősies, másik oldalról viszont jelentősége legfeljebb harcászati van, de az se nagyon. Tehát előbb-utóbb azért visszanyomják őket, előbb-utóbb azért szétzavarják őket. Tényleg a szimbolikus ereje viszont óriási, és az információs térben, ahogy mondott, tehát az, hogy erről kommunikálnak, ennek van egy egészen elképesztő erejű hatása. Tehát, hogy az, hogy itt az ukrán társadalom, látható nagyjából a társadalom egészen kész arra, hogy harcoljon. A legutóbbi adatok szerint Zelenszkij elnök népszerűsége és az intézkedésének népszerűsége, értsd annak a népszerűsége, hogy megvédjük az ukrán hazát, 94%. Ez extrém magas. Ez egy háborúban álló országhoz képest is extrém magas. Tehát itt az, hogy a civilek ezt megmerik csinálni, és ezt kommunikálják, és tényleg ezzel van tele a világsajtó, nem csak Ukrajnában, de tényleg a világsajtó is, ez növeli az Ukrajna mögötti politikai kiállás erejét. Na most mondtad ezt az energodári erőművet, ugye ez a Zaporizsiétől délre egy nagy atomerőmű komplexum, és ez épült egy falu, ami benne az erőmű dolgozói laknak, és gyakorlatilag az erőmű az életük. Ugye maga a település neve is ezt jelenti. Egyébként Enerhodár ukránul, vagy Energodár lenne oroszul. Szó szerint az energia ajándéka valami ilyesmit jelent. Ez egy pici félszigeten van, egy bevezető út vezet oda, és megpróbálták eltorlaszolni az orosz erők elől a bejutást. Ez nagyjából egy fél napig tartott, aztán az orosz erők tüzet nyitottak rájuk. Tehát ennek a civil kiállásnak ennek azért van töréspontja. Tehát itt azt nem érdemes gondolni, hogy bármit meg tudnának fordítani. Tehát akkor érhetnek el eredményt, ha orosz oldalon nincs határozott szándék és utasítás arra, hogy már pedig az adott úton végig kell menni. Ha az utasítás, hogy végig menjen, akkor fegyvert fognak használni, ugye ezt történt Erdogánnál is. Ezzel együtt a dolog hősiességét azt nyilván nem van a kétségbe. Köszi nagyon. Krisztián? Én annyit tennék hozzá, hogy ebben az egész háborúban maguk a hadműveletek annyiból nem annyira érdekesek, hogy technikailag az orosz hadsereg
bármikor el tudja foglalni egész Ukrajnát, illetve le tudja rombolni bármelyik várost, földdel tudja egyenlővé tenni, megvan hozzá a technológiai lehetősége. Az érdekes, a politikai cél, hogy ha elfoglalták mondjuk Kijevet, elfoglalták a kelet-ukrajnai területeket, akkor vajon milyen adminisztrációt fognak ott működtetni, és kikkel? Mert hogy az az érdekes, hogy már rég kellene lennie egy úgynevezett demokratikus ukrán pártkormánynak valahol, de még arra odáig nem jutottunk el, hogy egy elfoglalt kis faluba kikiáltották volna a népi demokratikus Ukrajnát. Emlékezzünk vissza, mondjuk Finnország esetében 1939-ben azzal kezdődött az egész történet, hogy először megjelent a Kuusinen kormány a színen, mint egy úgymond politikai alternatíva. Jelenleg az a probléma, hogy harcolnak ott orosz katonák, akik tulajdonképpen, akiknek még azt sem lehet mondani, hogy van egy másik ukrán kormány, akiért mi itten küzdünk. Na most mindaddig, amíg viszont nincs megjelölve úgymond a politikai cél és a politikai megoldás, addig az egész iszonyatosan ingatlak. Tehát ahogy András is mondta, hiába nyomul előre 100, 200 vagy 500 kilométert egy szovjet harckocsi oszlop, nem fognak 10 méterenként egy őrt állítani, bármikor, bárhonnan előjöhet egy váról indítható rakétával egy ukrán partizán, és beelőhet egy menetoszlopba hátulról valamit. Amit én az Andrástól kérdeznék igazából, és nagyon örülök, hogy így legalább a digitális térben találkozunk, hogy eddig volt példa arra, hogy jellegzetes partizán hadműveleteket hajtott volna létre az ukrán nemzeti gárda, mert erről egyébként nem olvastam a sajtóban. Azt nehéz szétválogatni, hogy egy partizán akciót az ukrán nemzeti gárda vagy a hadsereg egységei csinál, de ezzel együtt igen. Tehát ha a partizán műveleteken olyasmit értünk, hogy nem az ellenség első vonalbeli alakulatait támadják, hanem azokat, hogy hagyják tovább menni, és utána az idézőjelben puhább második, harmadik vonalbeli egységeket, üzemanyagszállítók, szervízjárművek, teherautók, mint légvédelmi eszközök, tehát olyasmik, amik szárazföldi harcra kevésbé alkalmasak, ez zajlik mindenhol. Tehát ez teljesen abszolút kiterjedt. A dologban az az érdekes, hogy ugye az ukrán hadsereg vezetési irányítási pontjait az háború első két napjában az orosz precíziós csapások lényegében megsemmisítették. Tehát nincs központi irányítás minden egyes ilyen partizán csoport fölött. És lehet, hogy valószínűleg nem is volt. De ezzel együtt ezek továbbra is működnek. És erre valószínűleg az a magyarázat, hogy ez hogyan tud mégis így működni, hogy eleve decentralizáltabb az ukrán hadsereg működése egyrészt, az egész működési modell decentralizáltabb, hogy a katonai hagyományok is mások. Tehát míg az orosz katonai hagyományokban tényleg egy nagyon-nagyon centralizált, tényleg még hadsereg léptékkel is merev struktúrák vannak, addig az ukrán haderőben nagyobb mozgásszabadság van az egyes parancsnokoknak, nagyobb szerep jut az egyéni kezdeményezéseknek. És mivel tényleg elszántak arra, hogy megvédik a hazájukat, ezért készek is kockázatot vállalni. Tehát az, hogy ugye az orosz erők mostan nagyjából tankönyvi módon nyomulnak előre, ezt tegnap Resperger István ezredes elég jól elmondta. Először ugye páncélozott felderítő egységek, utána harckocsik, páncélozott szállítójárműben a lövészkatonák, és akkor minden más utána. Ezeket az első vonalbeli erőket az ukránok legtöbbször átengedik, mert nem akarnak szemtől szembe konfrontálódni, mert hagyják, hogy átsöpörjenek a tájon, addig ők szépen elhúzódnak az útjukból, és majd amikor jön a második, harmadik vonal, ezeket támadják oldalba. És ugye itt jön be a morál kérdése. Elszaladni bárki tud, egy harckocsi elő kitérni bárki tud. De az, hogy utána visszamenjünk, és ténylegesen megtámadjuk a második, harmadik vonal egységeit, ehhez kell morál. Tisztán, hogyha erre gondoltál partizán hadviselés címén, vagy partizán hadviselés szó alatt, akkor igen, ez mindenhol zajlik. Hát és ez a dolog kulcsa szerintem, mert hogy azt az állapotot, hogy elfoglalják Kijevet 6-7, ez rendben van, de hogy mikor szűnik meg egy ilyen partizán mozgalom, ugye a második világháború után konkrétan tudjuk, hogy az 50-es évekig zajlott. Nyilván nem mindenütt, de sok helyen. A Baltikumban is a 60-as évek elejéig zajlott, Lengyelországban is az 50-es évekig zajlott, de ott is az utolsó partizán, akit elfogtak, az 1964-ben lett letartóztatva. Most ebből extrapolálva, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk egy évig simán el tud tartani az, hogy bármikor lelőnek valakit a nyílt utcán,
ez az egésznek a rettenetes perspektívája az orosz szempontból. Mert hogy addig, amíg nincs politikai megoldás, tehát nincs egy olyan kollaboráns ukrán kormány, amely mellé fel lehet állítani egy kollaboráns ukrán verőcsapatot, amelyik elhallgattatja az ezzel nem szimpatizálókat, és megvalósítja az elnémításukat, addig ez egész halálra van ítélve. Tehát orosz kiskatonákkal nem lehet majd rendőri feladatokat ellátni egy 44 milliós országba, sőt szerintem az a gyanúm, hogy az orosz belügyi erők sem elegendőek egyszerűen erre, mert nem akkora a létszámuk, hogy ezeket oda lehetne vetni. És ami a legfontosabb és talán legizgalmasabb, hogy itt egy ilyen nagyméretű Milgram kísérlettel állunk most szemben. A Milgram kísérlet arról szólt, ugye, hogy két személy volt, az egyikre rákötöttek elektródákat, és a másik szobából pedig elektrosokkokat lehetett adni neki, és a kísérlet eredetileg azt célozta meg, hogy mennyire vesztik el az emberek, akik egy szobában vannak, a gátlásaikat akkor, amikor arra kapnak utasítást egy fehér köpenyes és elvileg szakmai autoritást tükröző személytől, hogy halálos dózist adjanak ki. Na most a Milgram kísérletet később, bocsánat? Fokozatosan, szóval nem egyszerre adnak halális dózist. Így van, először kisebbet, nagyobbat, és akkor vége. Igen, ez egy fontos részlete a kísérletnek. A kísérlet értékelése annó az eléggé egyoldalúan zajlott, és ennek volt egy felülvizsgálata, mert hogy kiderült, hogy nagyon sokan ugyan azt mondták például, hogy megadják a nagyobb dózis, de közben csaltak. Nagyon sokat számított, hogy a fehér köpenyes ember mennyire van közel, vagy távol, stb. Stb. És ami most történik, ugye az történik, hogy bemennek emberek felfegyverkezve, és olyanokra kell, hogy lőjenek, akiknek a nyelvét értik, ahol valószínűleg már jártak is, tehát Kijevben például feltetően az orosz katonatisztek egy jelentős része járt. Sőt, lehet, hogy a kis katonák is jártak, és lehet, hogy rokonaik is vannak. És az a helyzet, hogy mindenki azzal küzd, szerintem még maguk a Putyinban hívő emberek is, hogy ezt, mint béketeremtő missziót nem lehet igazán előadni. És nagyon nagy kérdés, hogyha itt egy Aleppót fogunk látni, illetve most is Aleppót látunk helyenként, hogy ez milyen hatással lesz itt ezeknek az embereknek a tömegére. És erről még semmit se tudunk, vagy legalábbis én nem tudok, és valószínű legfeljebb néhány nyugati titkosszolgálat tudja azt, hogy hány olyan orosz kiskatona van, aki megszökött, de az adatokból, a tömegesen elhagyott fegyverzetből, és még számtalan másból látjuk azt, hogy itt nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem egy nagyon gyakoriról, tehát itt normál hadseregben nem történik azért meg, hogy a milliárdos technikát ott hagyják az utcán. És minden nappal, amivel ez tovább folytatódik, annál több orosz katona fog ebből a történetből valami iszonyatos csalódással és dűvel kihátrálni, csak nem tudjuk, hogy pontosan mennyi. Ezt meg is akartam kérdezni, és főleg András tőled, hogy több jel utal arra, hogy megadat, hogy az orosz katonák az nem feltétlenül tudták tömegében legalábbis, hogy tulajdonképpen miben vannak benne. Ugye erről szól az ENSZ előtt bemutatott elhíresült SMS üzenet, ahol Josa anyukája kérdezi a fiától, hogy hova küldjek neked csomagot, mire Josa azt mondja, hogy milyen csomagot legszívesebben felakasztanám magam. És a napokban olvastam, de azt hiszem tegnap, hogy hallgattam egy beszélgetést, amerikai elemző mondja, hogy írta azt, hogy nagyjából a katonáknak a 20%-a tudta azt, hogy tulajdonképpen mibe megy bele. És akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy a katonák hány százaléka tudhatta szerinted, hogy ő miben van benne egy hadgyakorlatban vagy egy háborúban, illetve hogy az orosz lakosság erről mit tud, vagy tudott akkor, amikor a háború elindult. Van erről információ? Én százalékos arányokat nem tudok. Az látszik, hogy földrajzilag vannak különbségek, meg alakulatok szintjén is vannak különbségek. Tehát az első vonalbeli tényleg elit alakulatok esetében ott azért kevesebb olyan információ, hogy a katonák nem tudták volna. De ezzel együtt a frontvonal teljes terjedelmében megvannak ezek az információk hadifoglyoktól, hogy ők tényleg azt gondolták, hogy hadgyakorlaton vannak, Belarusban így sorakoztatták fel őket, hogy ők ott hadgyakorlaton vannak.
elindultak aztán 24-én reggel valahová, és menet közben kapták meg az éles lőszert, és közölték velük, hogy jó, akkor irányuk hajra. Tehát, hogy pszichésen sem voltak erre felkészülve. Ez egyébként magyarázza azt is, hogy az első napokban miért voltak ennyire magasak a vesztességek. Mert ha ők tényleg úgy indultak meg, mondjuk Csernyihív felé, ahol legkeményebb harcot zajlanak az észak irányban, hogy egyszerűen csak be kell masírozni Csernyihívbe, akkor az nagyon keserves csalódás lehetett, amikor utána elkezdtek lőni rájuk. Itt a keserves, ez a halálosnak a szinonimája. Viszont most jön a rossz hír. A háború első napjaiban nyilván nem tudták az orosz erők, hogy miben vannak benne, és ez magyarázza azt is, amit Krisztián említett, hogy tényleg tömegesen adják el a felszerelést, sétálnak el, válnak köddé, adják meg magukat. De ugyanakkor az, ami most Harkivnál zajlik, Kievnél zajlik, Mariupolnál zajlik, ez azt mutatja, hogy az orosz haderő szignifikáns részeinek alapvetően nincs baja azzal, hogy Ukrajna ellen háborúzik. Nem látunk olyat, hogy tüzérettségek tömegesen tagadnák meg a parancsot, hogy már pedig nem hajlandók Harkivra lőni. Igenis, lőnek Harkivra. Tehát az látszik, hogy az orosz hadseregnek, hát ha nem is a moráljának az a része, hogy az az érzés, hogy igazunk van, ha nem is ez, de az, hogy hogy a megkapott parancsokat végrehajtják, ez úgy tűnik, hogy kezd konszolidálódni. És ez Ukrajnának rossz hír. Krisztián. Én csak annyit jegyeznék meg, hogy én se gondolom, hogy ez egyik napról a másikra történik. Nagyon furcsa is volna, hiszen ne felejtsük el, hogy azt a katonát, aki parancsot megtagad, azt szerintem a helyszínen fel lehet koncolni. Tehát ez nem, itt tényleg nagyon nem babra megy a játék. Azonban én azt gondolom, hogy ha ez a dolog hetekig, hónapokig eltart, ráadásul most még ezek a katonák nem annyira látják annak a következményeit, amit csinálnak, valamennyire látják a romokat, de amikor majd bemennek ezekbe a romokba, és ott látják a halott kisgyereket, a halott családot, a beomlott tóvahelyet, a hullabűzt, és mindezt az egészet még mindig nem magyarázta el nekik senki, hogy milyen politikai cél érdekébe teszik, az hosszú távon egy halálos csapást mér szerintem erre a seregre, csak ez hónapok is lehet. Tehát ez nagyon sokáig fog megtörténni, és speciál nem a harc közben gondolnám, hogy a katonák átdobálják a fegyverüket, nem tegyük fel, elfoglalják Kijevet, elfoglalják Ukrajnának egészét, vagy valamilyen részét, és ott kell nekik továbbra is állomásozniuk a nagy semmiért. Simán el tudom képzelni, hogy el fogják adogatni a fegyvereiket, simán el tudom képzelni azt, hogy elszöknek. Tehát ez egy bomlási folyamat, aminek a vége nem prognosztizálható, de hogy zajlik, és hogy önmagában az orosz tüntetések is ezt mutatják. Tehát gondoljunk bele, minket nem zárnak börtönbe, ha kimegyünk Magyarországon tüntetni, de annak Szentpéteren elég komoly tétje van, hogyha valaki kimegy tüntetni. És ennek dacára anyák gyerekkel is kimennek tüntetni, adott esetben fölállva azt, hogy az állásukat is elvesztik, sőt, hogy börtönbe kerülnek. Ez elképesztő bátorság egyébként az orosz oldalról is pozitív értelemben. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ennek a háborúnak a legérdekesebb része a politikai cél, illetve a politikai megoldás, és hogy ez most sokkal távolabb van, mint két héttel ezelőtt, az egészen biztos. András, igen. Ezt a logikát folytatva, ha megnézzük, hogy melyik területeken zajlik a háború. Ugye most az orosz haderő azokat a területeket lövi és ostromolja, ahol az ukrán lakosságban legnagyobb arányban élnek orosz ajkúak. Tehát most az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a ruszki mír, ugye a hivatalos orosz világ, az etnikai oroszokat lő. És az, hogy ennek a politikai hatásai milyenek lesznek, ezt már most nagyjából lehet sejteni. Éppen most párolog el az utolsó esélye annak, hogy Ukrajnában valaha orosz barát kormány tudna hatalomra kerülni demokratikus úton. Ugye a klasszikus orosz barát szavazótáborból már 2014 óta már legalább 6 millió ember került ki, mert ugye a Krím lakossága az 2 millió, ezt Oroszország elcsatolta, ezek az emberek nyilván nem szavaznak az után választásokon, és ugye a megszállt, immár Oroszország szerint független donyecki területek lakosságára is kb. 4 millió fő kiesett az ukrán szavazótáborból, az ukrajnai szavazótáborból. És mostantól, ami az a rettenet, ami Mariupolban, a megszállt Berdyanszban, Melitopolban történik, Herszonban történni fog, illetőleg a többi ostrom alatt álló városban, nagyon furcsa lenne ezek után bárki orosz barát politikai erőkre szavazna. Látszik egyébként az orosz barát
Moszkvához kötődő ellenzéki blokk, ez egy pártszövetség, az ellenzéki blokkon belül már hangzanak az első olyan hangok, hogy ez őrület, ők nem ezt várták Oroszországtól, és hogy ez itt az orosz barátság vége. Tehát amit Krisztián mond, hogy a politikai megoldás lesz nagyon érdekes, ez a faktor, hogy tényleg az oroszok lakta, vagy a leginkább oroszok lakta területeken zajlanak a leghevesebb harcok, ez meg fogja nehezíteni bármiféle Moszkva számára fenntartható politikai megoldás megtalálását, mert az etnikai oroszok is gyűlölni fogják azt a bárkormányt. Már most látom, hogy lehet, hogy hosszabb, majd tovább fogunk beszélgetni, mint 8:30, ha nem bánjátok. Rengeteg gondolat meg kérdés van még, és még mindig csak az csak, és bocsánat, hogy így fogalmazom, de hogy annál tartunk, hogy mi az aktualitás, de szeretnék majd mélyebbre is menni. Egy kérdés nem tudok megkerülni, hogy mit célt szolgál a béketárgyalás. Mert úgy tűnik, hogy ez olyan, mintha nem az lenne. És Krisztiánnak tegnap megjelent, vagy tegnap előtt egy írása az orosz béketárgyalást vezető valakiről is. Először András, lehet, hogy mert jelezted a... Igen, tényleg csak röviden, ez nem béketárgyalás, ez egy fegyverszüneti tárgyalás, ez nagyon, nagyon nem ugyanaz. Tehát itt, ami reálisan elérhető cél lenne, az, hogy a harcok legalább valamennyi időre véget érjenek. A mai tárgyalási forduló egy őr nincs híra, hétfőn nem volt eredmény, de nagyon fontos, itt nem békéről van szó egyelőre, ez egy sokkal lentebb fokozat a fegyverszünet, bocsánat. Fontos tudni, igen. Krisztián, ki ő, aki az orosz csapatot vezeti ezen a nem béke, hanem tűzszüneti tárgyalás, fegyverszüneti tárgyalás? Ő az orosz Schmidt Mária, hogyha azt egy hasonlattal tudnám leírni. Egy olyan személyről beszélünk, aki a PhD-jét lopta, történész kollégáról van szó, akinek azon túl, hogy plágiumból állt a PhD-je, sokkal érdekesebb az, hogy mi volt a PhD fő alaptézise, mert hogy abból nagyon sok mindenre tudunk következtetni. A PhD alaptézise az volt, próbálom szó szerint idézni, hogy történelmi szereplők és tények felhasználása és megítélése kizárólag a nemzeti érdek szempontjából történhet meg. Hogy ez mit jelent, azt én ugye le is írtam ebbe a cikkbe, volt egy ügy, a Panfilov 28 gárdistája című történet, ami egy ilyen szovjet hőskötemény, hogy 28 gárdista meghalt a fasisztákkal vívott harcokban, a moszkvai csatában való Kalamszki országúton. Erről a szovjet belügy már az 50-es években kiderítette, hogy ez nem is így volt, nem is haltak meg ezek az emberek, sőt volt, aki német szolgálatba lépett aztán később. Ennek ellenére erről született egy nagyon nagy költségvetésű látványos orosz film nemrég, aminek az egyik fő, hogy is mondjam, támogatója Medinszky volt, mint kulturális miniszter, és amikor valaki megírta azt, nem akárki, hanem az orosz levéltár vezetője, hogy hát itt azért a történelmi tények, azok nincsenek ezzel a dologgal szinkronba, akkor Medinszky közölte, hogy ez egy olyan aljas szemétség, hogy egy szent történelmi eseményt bárki bemer mocskolni, hogy ez minősíthetetlen. Na most, tehát itt magyarán egy olyan szeméről van szó, aki egyrészt egy politikai ideológus, rendszeresen PR tevékenységgel is foglalkozott egyébként még történészi karrierje előtt, és jelenleg is Putyin történészi tanácsadója, ami pedig a tárgyalások értelmét illeti, nyilván az idő az egy nagyon fontos faktor ebbe az egész történetbe, és pedig mindenkinek nagyon fontos, csak pont fordítva. Az ukrán fél abból indulhat ki, hogy minél tovább tart az, hogy ők tudják tartani magukat úgy, hogy Kijevbe is Zelenszkij még életben van, és a Twitterre üzeneteket tud küldeni, ez egy óriási dolog. Az orosz félnek meg az az érdek, hogy ez minél rövidebb ideig tartson. Ha az oroszokon múlna, akkor semmiféle tárgyalás nem lenne, viszont nyíltan nem tagadhatják meg. Tehát valamit kell csinálni, amikor az egyik fél azt mondja, hogy szeretne fegyverszünetről tárgyalni, nem lehet nekik azt mondani, hogy nem tárgyalunk, de hát ahhoz politikai tartalom kellene, amiről tárgyalni lehetne, és kompromisszumkészség, és ezt a kompromisszumkészséget csak az teremtheti meg, ha mondjuk az orosz veszteségek egyrészt elviselhetetlenné válnak, vagy mondjuk az orosz hadsereg morálja még jobban megtörik, vagy az orosz belpolitikában történik egy olyan esemény, ami, hát hogy is mondjam, nyomasztóan hat
az orosz politikai vezetésre. Ennek egyelőre nem látjuk ilyen jeleit, de nem tudhatjuk, hogy ez mikor változik. És akkor mindezeket figyelembe véve, amit elmondtatok, egy kicsit beszéljünk a szcenáriókról, esélyekről. Arról már részben beszéltünk. Kimaradhat-e ebből végső soron majd a NATO teljesen? Ha nem, akkor meddig mégis? Mit gondoltok erről? Ugye a NATO szerepvállalás kapcsán az fontos rögzíteni, hogy harcoló NATO erők nem fognak menni Ukrajnába. Pont. Tehát ahogy ez jelenleg kinéz, ez teljesen kizárt többek között azért is, mert nagyon valószínűtlen, hogy a NATO-n belül meg lenne a kollektív döntéshez szükséges összhang. Mert lenne néhány olyan NATO tagállam, amely ezt körömszakadtáig ellenezni. Az sem valószínű, hogy a NATO tagállamok egyénileg küldenének harcoló alakulatokat Ukrajnába. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy közvetlen katonai konfrontációt kell vállalni az Oroszországi Föderációval. Ez megint nem olyasmi, amelyet a NATO tagállamok döntő többsége felvállal. Ukrajna nagyon erősen lobbizik azért, hogy a NATO úgynevezett repüléstilalmi zónát hozza létre Ukrajna fölött, ugye angol no-fly zone. Erről Biden elnök pont tegnap mondta, hogy ez teljesen irreális, ez ki van zárva. Tehát nem lesz az sem, hogy nem szárazföldi erőket küldünk, hanem csak egy repüléstilalmi övezetet hoznánk létre. Mert repüléstilalmi övezetet létrehozni egy olyan terület fölött, ahol éppen az Oroszországi Föderáció szárazföldi és légi hadműveleteket hajt végre, ez sokkal magasabb kockázattal jár már, mint amit a NATO hajlandó vagy kész volna vállalni. Tehát olyan, hogy harcoló NATO erők mennének Ukrajnába, ilyen nem lesz. Ami a repüléstilalmi zónát illeti, azzal, hogy nagy számú légvédelmi fegyvert adunk át, mint NATO, és ugye még több fog menni, ezzel gyakorlatilag az a helyzet fog előállni, nyilván nem egész Ukrajnára vonatkoztatva, hanem csak ugye a nagyobb csomópontoknál, hogyha a lakosságnak elegendő légvédelmi fegyvere lesz, akkor ők maguk tudnak gyakorlatilag, hát nem is repüléstilalmi zónát létrehozni, de jelentősen megnehezíteni azt, hogy az orosz légierő ott tevékenykedni tudja. Tehát ez a szerepvállalásnak az egyik oldala. Tehát ezt azért érdemes szerintem elmondani az elején, és ugye hozzátartozik az, hogy bár harcoló erő nem megy, reguláris fegyveres, illetve az önkénteseket azt tegyük félre, bár annyira esetleg érdemes elmondani róluk, hogy amikor az iszlám állam úgymond a fénykorát élte, akkor nagyszámú európai állampolgár szeretett volna csatlakozni az iszlám államhoz. Ugye Magyarországon is voltak olyan jó képességek, akik beírták a gyakori kérdések pont ura, hogy hogyan lehet csatlakozni az iszlám államhoz, de amikor megfogták őket, akkor feltették a kérdést, ezt mégis hogy gondolták. Az illetők azt mondták, hogy szerettük volna, hogyha megváltozik az életünk. Hát ez bekövetkezett, csak nem úgy, ahogy gondolták. Tehát amikor az iszlám államhoz akartak csatlakozni nyugat-európai állampolgárok, akkor ennek a nyugat-európai kormányok nagyon erősen ellenálltak, hát nyilván, tehát az iszlám állam az egy terror szervezet. És annak még jobban ellenálltak a nyugat-európai kormányok, hogy ezek az állampolgárok esetleg hazajöjjenek, hogy külön probléma forrású. Azt meg kell majd nézni, hogyha Ukrajnába mennének önkéntesként, adott esetben harcolni, akkor ehhez mi lesz az illető kormányok hozzáállása? Én azt gyanítom, hogy némiképp másmilyen, mint annó az iszlám állam önkénteseihez, de hát ezt még pontosan nem tudjuk. Harcoló erő, tehát reguláris harcoló erő nem megy. Viszont minden más igen. Rengeteg fegyver, rengeteg katonai felszerelés, és rengeteg, ne becsüljük a jelentőségét, rengeteg információ. Tehát az ukrán radarhálózat lényegében megsemmisült, Ukrajna ezzel együtt kap információt arról, hogy a saját légterében mi zajlik, ezt a nyugatiaktól megkapják. Nagyon, nagyon komoly információs támogatást kap Ukrajna, támogatást kap a kibertérben is, és ugye Ukrajna katonai erőfeszítése mellett azt is ide kell sorolni, hogy ugye a menekültek kerül is gondoskodni kell, ez milliós nagyságrend lesz nagyon hamar. A milliót talán már most elérte. Vagy holnap éri el, tehát most körülbelül itt tartunk. Igen. Sőt, ez is az Ukrajnához való gondoskodáshoz tartozik. Nagyon sokféle támogatást kapnak, tényleg úgy lehet összefoglalni, hogy harcoló alakulatokon kívül mindent. A nukleáris fenyegetésnek mekkora, hogy is fenyegetés beváltásának mekkora esélyt adtok, vagy milyen keretek, mikor, miért következhet ez be? Van ennek egyáltalán valami racionális része, mert nagyon irracionálisnak, meg szürreálisnak tűnik? Az a baj, hogy az egész hadművelet sem racionális, hiszen
nagyon nehezen tudjuk elképzelni jelenleg a politikai megoldást, hogy ezre már utaltam. És emiatt az irracionalitás miatt azt megmondani, hogy Putyinnak biztos nem lesz soha olyan érzése, hogy őt a NATO egy preventív csapással el akarja pusztítani, és ezért ő viszont csapást mér, ezt nem tudhatjuk, de amit tudhatunk, az a következő. Egyrészt többfajta atomfegyver van, vannak kis hatótávolságú, illetve kis robbanófejjel rendelkező dolgok, ezt az András valószínűleg pontosabban körül tudja írni, tehát elvileg ledobhatnának Kijevre is egy ilyet, hogy kikapcsolják Zelenszkij, de nyilván ezt se politikai, se egyéb okokból nem tehetik meg. Ami lényeges ebben a történetben, hogy ha atomháború is van, annak is általában több fázisa szokott lenni, mert meg kell tudni jelölni az elpusztítandó katonai célokat, illetve itt is meg kell jelölni a politikai célt. Tehát a 70-es éveknek a atomháború gyakorlatai, azok úgy néztek ki, hogy mindig először egy konvencionális háborúból indultak ki, és a konvencionális háború bizonyos fázisában, amikor az egyik fél már nagyon vesztésre állt, akkor először csak a másik félnek a fontosabb katonai objektumait bombázták volna esetleg meg valamilyen atom eszközökkel, majd ezek után pedig kölcsönösen atomcsapásokat mértek volna egy idő után már egymás fővárosaira. Hogy egy ilyen forgatókönyv vagy gyakorlatban, hogy néz ki, azt hál' Istennek nem tudjuk, mert még sose történt meg. De a kérdésre a válasz tényleg az, hogy Putyin mikor érez egy olyan szintű fenyegetettséget, hogy azt feltételezi, hogy ő NATO egy atomcsapással esetleg elkívánja takarítani. Tudjuk, hogy a NATO ilyet ugyan nem akar, mert hogy nem kockáztathatja meg politikailag a harmadik világháborút, de ez tök mindegy, hogyha Putyin azt fogja hinni, hogy a NATO ezt akarja, akkor azt hiszi. És ez a nagy kérdés, hogy mennyire fognak ezek a hitek racionális mederben maradni, mert szerintem most már ebben nem lehetünk annyira biztosak, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt voltunk. Annyit tennék ehhez hozzá, hogy amit a orosz nukleáris erők parancsnoki láncolatáról tudunk, annak alapján Putyin nem tud egyedül lőni. Tehát arra tud utasítást adni a vezérkarnak, hogy a vezérkar lőjön. És akkor a vezérkar aztán tudja aktiválni a parancsnoki lánc alacsonyabb szintjeit, ennek van egy backupja, ennek van egy tartaléka, mikor a vezérkar közvetlenül is el tud jutni az indítóállásokhoz, de ezzel együtt olyan nincs, mint a rajzfilmek, az elnöknek van egy piros gomb, hogy ez megnyomja, hogy indulnak a rakéták. Tehát abban lehet bízni, hogyha az elnök esetleg utasítást próbálna adni atomfegyver alkalmazására, azt lehet remélni, hogy a vezérkar ez nem feltétlenül menne át, vagy nem azonnal, vagy nem olyan gyorsan. Most ami azért az orosz vezérkar a maga nyilván politikailag érintett, de még ennél fogva torzított módján, de mégis egy alapvetően szakmai szervezet. Tehát a vezérkar csúcsára, a vezérkarban nem jutnak be olyan figurák, akik nem járták végig az ehhez szükséges összes, a rangdétről összes fokát, meg az a képzéseket, vezérkari tanfolyamot, ilyesmiket. Tehát nagyon komoly hozzáértő profikból áll. Pontosan tudják, hogy egy NATO ellen nukleáris háború az Oroszország számára öngyilkosság, ezt Oroszország nem tudja megnyerni. A NATO sem, de egy ilyennek az elkezdése az Oroszország biztos és garantált pusztulását vonja maga után. Tehát annak az esélyét én nullához közelének látom, hogy Oroszország nukleáris háború kezdjen a NATO ellen. Ukrajna esete annyiban komplikáltabb, hogy Ukrajnára nyilván, mivel nem NATO tag, nem terjed ki a NATO által biztosított kollektív védelmi garancia. Elméletben talán valahogy elképzelhető volna a Krisztián által említett elsősorban harcászati nukleáris fegyverekkel, amik alapvetően kisméretű nukleáris töltetek. De ezzel ugye az a probléma egyrészt, hogy politikailag teljesen megmagyarázhatatlan az, hogy ukrán nagyvárosokat lerobbantani a térképről, ugye, nagy számú orosz lakossal benne. Ráadásul az ostromgyűrű miatt bármilyen akció azzal is járna, hogy ropogósra südik a saját csapataikat is. Tehát én kizártnak tartom azt, hogy a nukleáris fegyver effektíve alkalmaznának a konfliktusban. Amire használják, és rendszeresen használják, az, hogy beszélnek róla. Igen. Oroszlának külön neve is van, úgy hívják, hogy információnez gyezsivanyi, tehát hogy információs elrettentés. Ha elég sokat beszélek arról, hogy nukleáris fegyverem van, és ezt kész vagyok alkalmazni,
akkor pusztán azzal, hogy beszélek erről, elérhetek egy komoly elrettentő hatást, tehát az ellenfél elkezd úgy viselkedni, ahogy szeretném, anélkül, hogy konkrétan be kellene vetni ezt a nukleáris fegyvert. Ez már most zajlik, hogy amikor Putyin magasabb kényszeríti fokozatba helyezte a nukleáris erőket, az ennek volt a része, az Egyesült Államok egyébként adekvát választ adott, az Egyesült Államok felemelte a saját nukleáris erőek kényszeríti szintjét DEFCON 2-re, ez az orosz válasz a paritásból volt, és beállt újra egy stabil helyzet. Tehát itt alkalmazásra nem hiszem, hogy sor kerül, sokat beszélné róla, ezt valószínűleg fognak, hogy ezt az információs elrettentő hatást elérjék. Én szívesen beszélni, annyi kérdés jött még, és hogyha nem bánjátok, akkor azon az íven végigmennék, amit így gondoltam, hogy beszéljünk még arról, hogy milyen szenáriók lesznek, és utána visszatérünk még kérdésekre, csak szerettem volna a csetben hozzászólókat is ezzel megmutatni. Mindazt, amit most így elmondtatok, milyen háború utáni időszakban, amikor majd az lesz, és egyébként az is érdekel, hogy ezt nagyjából mikorra teszitek, hogy az hogy alakulhat, de hogy mire egy militarizált Kelet-Európára számíthatunk majd, vagy hogy fog kinézni ez a mi övezetünk, régiónk? András, passzolom neked. Évendő mondásban nem vagyok jó, vagy nem ambicionálom, hogy jó legyek benne, ha ezzel akkor többet lottóznék. Ami valószínű, hogy a NATO növelni fogja Kelet-Európában állomáshoz a katonaerőnek létszámát, a kollektív védelmi képességét erősítendő. De továbbra sem az fog történni, hogy sok tízezernyi NATO katonállomáshoz megy a régióban. Az tűnik valószínűnek, hogy az a fajta úgynevezett botlódrót logika fog érvényesülni, amit a balti államokban 2016 óta látunk. Ugye, amikor elkezdődik az ukrajnai háború 2014-ben, akkor a balti államok kapcsán van egy olyan nagyon komoly félelem, mi történik akkor, hogyha Oroszország lerohanja a balti államokat, nem volt olyan bestés, ami szerint 96 órán át tovább tartott volna. És utána erre az eredményre ráül. És onnantól a NATO számára felvetődött volna az a kérdés, hogy akkor megyünk-e háborúba Oroszország ellen a balti államokért. Tehát most fiktív példát mondva, amikor egy portugál miniszterelnök megpróbálja magyarázni a portugál választóknak, hogy igen, atomháborút fogunk vállalni Oroszország ellen, Észtországért. Ez egy olyan döntés, amit egyáltalán nem biztos, hogy átment volna a NATO-n. Ugye ez a kollektív védelmi garancia, ez nem automatikus, ez nagyon fontos. Tehát a NATO tagállamoknak erre rá kell bólintaniuk. És Oroszország elég gyorsan tudott volna végezni a baltiakkal, ha egyáltalán ez a fiktív szenárió bekövetkezik, akkor reális volt annak a veszélye, hogy annyira gyorsan teremtenek egy kész helyzetet, hogy a NATO még nem tud reagálni, és utána viszont az a csapda helyzet van, hogy vagy háborúba megyünk Észtországért, Oroszországgal, és akkor kockáztatjuk a világ végét, vagy azt mondjuk, hogy akkor elengedjük a baltiakat, ez viszont a NATO mint szövetség végét jelenteni. Ugye ez erre a dilemmára lett az a megoldás, 2016-tól kezdve, ugye kis létszámú NATO erők települtek a balti államokba, egy-egy zászlóalj, de ezek több nemzetiségű erők. És van úgynevezett vezető nemzet, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, ugye ezek az adott zászlóalj vezető nemzetei, de ezek tényleg több nemzetiségű egységek, miért jó az. Egy zászlóalnyi katona 800 fő, 900 fő, 1000. Ez nyilván nem tartóztatja fel az orosz haderőt. De arra jó, hogyha az orosz haderő megindulna, nem tudja úgy elfoglalni a balti államokat, hogy ne halljon meg nagyszámú amerikai, német, brit, francia katona. Tehát ezért hívják én tripwire-nek, tehát botlódrót logikának. Tehát Oroszország átesne úgymond ezeken a NATO erőkön, és ezzel aktiválja az egész szövetséget, magára robbantja az egész szövetséget. És ugye innentől megfordulna az eszkalációs dilemma. Tehát innentől Oroszország számára merülne fel úgy a kérdés, hogy hát kockáztassuk az atomháborút a NATO ellen Észtországért. Ennek a tripwire logika mentén telepített kis létszáma erőknek ez a mögöttes logikája, hogy megfordítja az eszkalációs dilemmát. Én arra számítok, hogy ezekből a kis létszáma erőkből lesz több a keleti NATO tagállamokban, annak érdekében, hogy garantálni lehessen azt, hogy a szövetség kollektív védelmi képessége valóban hiteles lesz. Ami Ukrajnát illeti, nyilván ez attól függ, hogy milyen véget fog érni a háború.
ha Ukrajna ebből győztesen kerül ki, vagy legalábbis túl nagy, meg túl megalázó vereség nélkül, akkor azért egy olyan ország lesz itt Európa és így Magyarország szomszédja, ami életre szóró traumán ment keresztül. Ennek rengeteg és nagyon szertágazó társadalmi, gazdasági, politikai hatása lesz. Tehát nagyjából Jugoszlávia on steroids, tehát hogy sokkal súlyosabb és nagyon nagyságrendben fog ez megvalósulni. Ami Belarus illeti, mint Európa szomszédja, hát a legrosszabb változás az Belarusban történik. Ugye Belarus de facto hadviselő fél, Belarus területéről indulnak az orosz rakétacsapások, orosz tüzérségi csapások, Belarus területéről indult a Kijev elleni támadás, és bár harcoló belarusz erők jelen tudásunk szerint nem vesznek részt ebben a műveletben, ezen kívül Belarus minden mást odaad. Tehát innentől Belarus nem egy Oroszországgal közeli szövetségben álló ország, hanem gyakorlatilag Oroszország proxia katonai értelemben. Nagyon valószínűtlen, hogy az ukrán elleni háború végével az orosz csapatok kimennének Belarusból. És mivel ott fognak maradni Belarusban, kis létszám, amelyikem előtte is ott voltak, de most nyilván sokkal több fog maradni, így nagyobb létszám orosz haderő lesz közelebb a NATO határához, mint eddig volt. Ha pedig Ukrajna nagy léptékű vereséget szenved, és valamiféle orosz barát proxy kormány, vagy ukrán területi felosztása, vagy valamelyik ilyen rémáló forgatóként valósul meg, az nyilván még rosszabb lesz Európa biztonsága szempontjából. Tehát egy igazán rózsás forgatókönyv nem látszik, hogy ennek a sztorinak tudni lenni. Én azért vállalkoznék a jóslásra bizonyos téren, mert hogy van először is egy olyan dolog, amire most eszmélt rá Nyugat-Európa igazán, nevezetesen egyrészt arra, hogy egy zsarolási energiafüggésben van Oroszországtól. Ez a német politikai elitnek például egyáltalán nem volt annyira nyilvánvaló, sőt, saját maguk ásták azt a vermet igazából, amiben most beleestek, és az nagyon érdekes, hogy nagyon rövid idő alatt 180 fokos fordulatot tudott venni igazából a német diskurzus, ami ezzel kapcsolatos. Tehát egyetlen egy dolog hiányzik csak, az atomerőműveknek a visszaépítése. Ezt még nyíltan felelős német politikus nem mondta így ki, de az biztos, hogy Nyugat-Európa összes kormánya rájött arra, hogy amennyiben ezt a típusú energiafüggőségét továbbra is fenntartja vagy növeli, akkor politikailag magát végtelenül kiszolgáltatja. Tehát az a jövőt illetően egészen biztosan várható, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez csökkenjen, aminek ugye több megoldása van. Ezek hosszú távú projektek, biztos, hogy egy-két év alatt nem oldhatóak meg, de hogy erre lesz egy politikai szándék, és nagyon sok pénz, abban biztosak lehetünk. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy szerintem ezt az ukrán háborút én nem tudom elképzelni, hogy politikai értelemben meg lehetne nyerni. Nem tudom elképzelni, hogy be lehetne iktatni egy olyan kollaboráns kormányt, ami saját magát fent tudja középtávon is tartani, ezek után, ami történik. Tehát az ukrán nemzet sokkal, de sokkal megosztottabb volt, és ennek ellenére a partizán mozgalma második világháborúban hát elég nagy méreteket ért el a háború alatt, meg a háború után is. Most ennek a megosztottságnak szinte semmi nyoma, és ami nagyon tanulságos, és egyébként ott kezdődik az egész, amiről Magyarországon sosincs szó, hogy elvileg a lengyeleknek meg az ukránoknak ezer oka lehetne, hogy gyűlöljék egymást. Ha csak arra gondolunk, hogy történelmileg a lengyel-ukrán második világháborús kölcsönös népirtogatásoknak több mint 200 ezer halálos áldozata van, ez azt jelenti, hogy ez a délvidéki hideg napoknak a 20-szorosa. Hogy mindenki ezt úgy relációba tudja tenni. Tehát mondjuk a szerb-magyar feszültségekhez képest a lengyel-ukrán elszámolási viták, azok sokkal nagyobbak, ráadásul 45 után is még mindenki tett a tűzre, hogy az ropogjon. Most ehhez képest ez a felhánytorgatás mindkét oldalon igazából a Majdan óta, sőt már a Majdan előtt is megszűnt. Ami egy nagyon komoly teljesítmény, azt gondolom, mind a lengyelek, mind az ukránok részéről. Nyilván azért szűnt meg, mert hogy mind a két fél felismerte azt, hogy Oroszország sokkal veszélyesebb és nagyobb probléma. De a tényt mégiscsak le lehet szögezni, hogy megszűnt, és nem is fog szerintem soha visszajönni többet. Tehát, hogy egy lengyel-ukrán érdekközösség létre tudott jönni egy több száz éves szembenállás után, és ez egy nagyon pozitív dolog.
És ugyanígy tartom nagyon pozitív dolognak azt az ukrán reakciót, ami most erre az egész dologra adódik, és amiből nagyon nehéz elképzelni. Tényleg nem tudom a fantáziámat megerőltetni, hogy sikerüljön, hogy hogy lehet ebből majd egy működő kollaboráns oroszbarát kormányt csinálni. Ukrajna teljes vagy nagy területén, szerintem ez a vonat elment. Én ezt gondolom, az, hogy ennek mi lesz persze a megoldása, azt senki se tudja, de valószínű, abból kell kiindulnunk, hogy lesz előbb-utóbb egy független Ukrajna, mert hogy ezt nem lehet pacifikálni. Afganisztán se lehetett. András, ehhez van hozzátenni valód? Nagyon fontos, amit Krisztián az elején mondott. Egyelőre nem látjuk, hogy Oroszország megpróbálna felépíteni valakit, aki majd egy orosz barát ukrán elnök lehet. Ugye felröppent a hír, hogy a volt elnök, hogy Viktor Janukovics ugye Minszkben van, és hogy Oroszország őt szánna elnöknek. Én személy szerint több okból azt gondolom, hogy ez részben dezinformáció, részben pedig azt a célt szolgálja, hogy nyomást gyakoroljanak az ukránokra, mert ugye ez a hír pont akkor röppent fel aznap, amikor ugye megkezdődött a fegyverszünet tárgyalások második köre. Én közben kaptam itt üzenetet, annyi eredménye van a mai tárgyalásoknak, hogy sikerült megegyezni arra, hogy humanitárius folyosót létesíthessenek az ostromok városokban, tehát a civil lakosság ki fog tudni jönni, illetőleg gyógyszert be lehet majd vinni. Most meglátjuk, hogy ez ténylegesen megvalósul-e, de legalább ennyi eredmény van. Visszatérve arra a kérdésre, hogy miért nem lesz Janukovicsból elnök. Több okból. Egyrészt, mert ha csak nem állomásozik ott eszelős nagyságú megszálló erő, akkor hetek alatt darabokra tépik Janukovicsot. Lehet, hogy szó szerint. Tehát nagyon rövid lenne Janukovicsnak, mint orosz barát ukrán elnöknek az élettartama. Ráadásul Janukovics elítélt bűnöző. Tehát van ellene egy érvényes ítélet, aki ellen pedig érvényes ítélet van, az jog szerint nem lehet ukrán elnök, anélkül az ukrán alkotmányt módosítanánk, amit viszont alá kéne írni egy elnöknek. Tehát már jogilag is problémás lenne a dolog. Arról nem beszélve, hogy Janukovics azt hiszem, hogy 74 éves. Neki azért moszkvai dácsájában annyira nincs rossz élete. Nem nagyon gondolom, hogy ő ezt szívesen elcserélne, ezt a kényelmes öregkort arra, hogy elmenjen Kijevbe elnökösködni, azt várva, hogy melyik pillanatban lövi őt hátba a bármelyik testőre. Tehát nem tartom valószínűnek, hogy Janukovicsból elnök lehetne, és nem látunk senki mást. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy itt Oroszország arra törekedne, hogy egy tartós ukrán kormányt, orosz barát ukrán kormányt hozza létre. Tulajdonképpen elegendő számukra az is, ha korlátlan erőszakkal el tudják azt érni, hogy a mostani ukrán kormány módosítsa az alkotmányt. Mondjuk örökös semlegességet, vagy valami hasonlót vállalva. Én azt érzékelem egyébként, hogy Oroszország sem tudja, hogy a céljait pontosan milyen eszközökkel tudná elérni. Tehát igen, Ukrajna semlegessége a cél, ne közeledjen az EU-hoz és főleg a NATO-hoz, de így, hogy a kezdeti villámháborús tervek kudarcot vallottak, nem nagyon látszik, hogy Oroszországnak lenne kidolgozott terve arra, hogy akkor ezt a cél mégis hogyan éri el. Tehát szerintem ez orosz oldalon is alakul, azt nagyon kell majd figyelni, hogy elkezdenek-e felépíteni valakit. Adott esetben Ukrajnán belül, ez most még nem látszik. Beszéljünk egy kicsit energia, Krisztián már kezdted is szóba hozni, energia és gazdaság, ugye, és tudva azt, hogy nem egyikük sem gazdasági szakember, de azért az elég világosan látszik nyilván, hogy energia szempontból egyrészt Európa sokkal kiszolgáltatottabb, mint Amerika, ha jól értelmezem én, ezt nem tudom, csak érdekelne a véleményetek meg a gondolatotok erről, és hogy mi valójában Európában az energiahelyzet most, azzal együtt, hogy például nem szankcionálták azokat a bankokat, amelyek energia kapcsán érintettek, azokat az orosz bankokat? Úgy kezd elképzelni, hogy az európai gáz felhasználásnak körülbelül az egyharmada származik orosz importból. Az európai gáz kitermelés az évente 10%-ot csökken. Csepp folyós földgázt világpiacról behozni gyakorlatilag lehetetlen, mert a kapacitások le vannak kötve. És ami nagyon érdekes, hogy az európai földgáz fogyasztásnak körülbelül az egyharmada az egyébként fűtésre megy.
Ez azt jelenti, hogy speciál ezen a területen biztos, hogy egészen jelentős mennyiséget meg lehet takarítani viszonylag hamar. Az összes többi megtakarítás az egy hosszabb ütemű történet, mert vagy úgy lehet kiváltani a földgázt, hogy visszanyitják a szénbányákat, amit ugye klímavédelmi okokból nem igen lehet, vagy úgy lehet, hogy megnyitnak atomerőműveket, ami Németországban egy vallási kérdés, tehát azt gondolom, hogy a német zöldek számára ezt meglépni, hogy feladják Németország atommentességét, ezt még nem, ide még nem jutottunk el, és valószínűleg sokáig nem fogunk, de viszont a zöldek csak egy párt az összes német párt közül. És ez a diskurzus, hogy most vagy atomerőmű, vagy orosz függés, nagyjából így hangzik. Ezt mindenütt le fogják folytatni. Azt egyébként tegnap, azt hiszem, vagy ma valamelyik német miniszter jelentette be, hogy valószínűleg mégsem fogják bezárni 2022 végén az atomerőműveket, szóval ebben van egyfajta kvázi visszatáncolás. Így van, és így egy van. Irány, plusz éppen a Holzer Péter írja, és az szóval is adom, hogy a németek már elkezdtek visszamenni a szénre kicsiben, és közben meg, igen. Igen, de hát a szénre nem mehetnek nagyon vissza, mert a szén ki fog egyébként hamar fogyni, tehát a szénerőmű ügy nem oldja meg. De ami mondom, hosszú, sőt középtávú megoldást, egyrészt a fűtés korszerűsítése, másrészt a cseppfolyós földgáznak a nagyobb méretű importja, de ezt mondom, két dolog lehetetleníti el. Az egyik az, hogy jelenleg nincs ebből szabad kapacitás, és Kína, Japán, illetve Korea korlátlan mennyiségbe felvásárol, amelyeként azt is jelenti, hogy ha az oroszok átállnak arra, hogy az Európának eladott földgáz cseppfolyósítják, akkor azt Kínának el tudják adni. Ráadásul nincsenek meg a fogadó terminálok se jelenleg Európában ehhez, abban a mértékben, hogy ezt az orosz földgáz függést meg lehessen szüntetni. Tehát ez egy alsó hangon egy 5-10 éves történet, hogy mondjuk az orosz földgáz függése a mostani egyharmadról mondjuk 50%-kal csökkenni tudjon. De hát nem, de már az 50%-os csökkenés is egy óriási dolog, ugyanis gondoljuk végig, hogy Oroszország ezt saját magát alapvetően az energiahordozók eladásából finanszírozza. Ez egy agyaglábon álló óriás bizonyos szempontból, tehát gazdaságilag, és amennyiben ezt az energiapolitikát nem tudja így folytatni, mert az Európai Unió minden évben kontingensekkel kevesebbet rendel, az az orosz gazdaságnak egy halálos csapást tud lenni. Közben Vízkelet is, Sanyi, azt írja, hogy az oroszok nem tudják elzárni a gázcsaport, mert az tönkreteszi a mezőket, muszáj eladni az Európai Uniónak, és hogy az oroszok évekig nem tudják eladni a gázt Kínának. Ez egyébként nem tudom, hogy miért. Sanyi, esetleg ezt így egy mondatban kifejted, vagy bekap? Csolod akár a kamerádat, hogyha teheted meg a mikrofonodat, hogy ezt mi nem tudják. Nem tudom, hallottok-e? Igen, Vízkeleti Sándor a Pályanyér alapkezelő vezetője. De most már Amundi, de egyébként. Amundi, igen, bocsánat, én voltam még. Annyi, hogy tehát építettek egy gázvezetéket Oroszország és Kína között, amin kb. 10 milliárd köbméternyi gáz folyik jelenleg, és az elméleti kapacitása is 30 milliárd körül van. Ehhez képest Európában 180 milliárdnyi gázt adnak el. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, egy teljesen új gázvezetéket kell építeni Kínába, ami nem egy olyan egyszerű és drága is. És egyébként a szankciók miatt szerintem nagyon nehéz lett az orosz energiaiparnak jól működnie. Tehát azzal, hogy kivonulnak ezek az olajcégek, rengeteg bajt szúdítanak majd egyébként a nyakukba, amire szerintem még nincs megoldásuk. Hát nem véletlen, hogy nem zárja el a Gazprom a gázcsapot. Ha egyébként ezek a gázmezők nem úgy vannak, mint egy vízcsap, hogy eltekered, és akkor nem jön. Tehát hogyha ezt abba adod a kitermelést, akkor abból súlyos gondokat csinálsz. Akkor ezek a gázmezők tönkre mennek, nem lehet őket feltétlenül újra használni. Tehát igazából azt tudják csinálni az oroszok, hogy ameddig van szabad tároló kapacitásuk, addig azt töltik föl. Ez most a számítások szerint ez nagyjából egy hónap alatt csurdultig töltődnek, és utána kénytelenek lennének folytatni az eladást Európa felé. Tehát, hogy bizonyos szempontból mind a két oldal ki van szolgáltatva a másiknak, és erre nincs rövid távú megoldása az oroszoknak sem, hogy egyik pillanatra a másikra nem veszünk Európába gázt, akkor megvannak a piacok. Ráadásul
azok a gázmezők, meg azok a vezetékek, ami Európába mennek, azok jó részt nincsenek összekötve azokkal a vezetékekkel, amik Kínába mennek, tehát még Oroszországon belül is rengeteg beruházás kellene, hogy több gázt csoportosítsanak át azokból a mezőkből, amelyek most Európa felé mennek ki, hogy azok tudjanak menni Kína felé. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Tehát szerintem a következő egy-két évben nem tudják az oroszok leállítani. Most egy-két hónapig tudják mérsékelni a gáz átadást, és tudnak ezzel játszani, és most megpróbálták kihasználni, hogy Európában tél van, és egyébként is az energia ellátás az akadozott, amiről beszéltetek is, a németek nagy fogyasztása miatt és az atomerőek miatt, meg az, hogy visszajöttünk a Covid után egy újabb, nagyobb fogyasztásra, tehát ők rárepültek erre az aktuális helyzetre, és ezt megpróbálták felturbozni, de pár hónapon belül muszáj lesz nekik tovább szállítani. Köszi, hogy ezt elmondtad, és közben itt van velünk Holzer Péter, aki a múltkor bekapcsolódott a beszélgetésbe, és szívesen megszólítom őt is gazdaság-energia témában. Péter, bekapcsolod magad? Igen, most már hallasz, ugye, György? Igen, hallok. Ja, köszi. Csak annyit akartam egy gyorsan beszúrni, hogy Sanyival nagyban egyetértek, amit a Krisztián mondott az LNG-re, arra hagy annyit, hogy ez egyrészt nagyjából szerintem is igaz, hogy Ázsia ugye nagy mértékben leköti a kapacitásokat. Ugye már a háború előtt láttunk olyat viszont, hogy elindult egy amerikai hajó Ázsiába, majd visszafordult a csendes óceán közepén, mert ráígértek Európából, amikor ugye már elindult az remake a háború előtt. Tehát ez részben azért árkérdés is. Tehát amik ugye most is az égben vannak a gázárak, tehát hogy mondjam, van az az ára, miért a hajó elmegy Európába, Ázsia helyett. És a másik, ami szerintem nagyon fontos ebből a szempontból, hogy mikor indulnak be igazán újra az amerikai palagáz termelők, akik ugye az elmúlt 10 évben rettenetes mennyiségű gáz termeltek, és ezért többek között azért volt olcsó az energia a világban. Itt az elmúlt években eléggé leálltak, itt Covid meg minden miatt, és most úgy kezdenek magukhoz térni. És ez visszavezet egyébként oda, amit az előbb Németországról beszéltünk, hogy mi is lesz ezzel az egész zöld energia átmenetről, amiről már pénteken is volt itt egy kis szó, hogy tehát ha továbbra is folyamatosan egy olyan nyomás alatt vannak ezek a palagáz beruházók, hogy nem tudhatják, hogy mi lesz holnap, mert ez a zöld energiafordulat mindenféle rossz hatással van rájuk, akkor nem nagyon fognak visszatérni és beruházni. Ha azt látják, hogy kicsit most megváltozott a világ, és egyrészt tartósan magasan van az ár, tehát nekik érdemes megint elkezdeni ezzel foglalkozni, másrészt nincs az a fenyegetés, hogy holnap a Sanyiék alapja kitárazza őket, mert ilyen gonosz gázkitermelő cégek, akkor vissza fognak menni nagyba, és akkor egész egyszerűen a kínálat is nagyobb lesz, és mondjuk több LNG cuccot tudnak elindítani Európa fele, azzal együtt, hogy igaz, amit Krisztián mondott, hogy rohadtul kevés terminál, meg minden van, tehát azzal sokkal többre lesz szükség Európába, ez nyilvánvaló. Köszönöm nagyon, és most sem mutattalak bele, meg a múltkosom, azért ezt most pótolom, Holzer Péter, az Oriens partnere, az OTP alapkezelő egykori vezérigazgatója, és egyébként a Világbank is az IMF nyugdíj szakértője, szóval hogy így is van ő még itt. Egy kiegészítés? Hogyne, persze. A háború előtt, nem tudom, emlékeztek el rá, de az amerikaiak elkezdték végigrócsózni Katartól kezdve egy csomó közel-keleti országot, hogy a gáz ellátását Európának segítsék. Tehát az amerikaiak is próbálták rábeszélni az afrikai vagy közel-keleti szolgáltatókat, hogy ne Ázsiába, hanem Európába küldjenek cseppfolyós gázt. Tehát erre már készültek. A másik meg, amiről el szoktunk feledkezni, de hogy nem is olyan régen nagy gázmezőket fedeztek fel a Fekete-tenger alatt, és a földközi tenger alatt is Ciprus környékén, amik még nincsenek kiaknázva, de hatalmas gázmezők. És van egy olyan olvasata is ennek az ukrán-orosz háborúnak, hogy az oroszok nem véletlenül akarják megszerezni azt a délvidéket Ukrajnában, mert hogy azokhoz a partvidékhez tartozhatnak ezek a gázmezőknek a kitermelése is, ami egyébként a fogyó orosz gázmezőknek egy pótlása lehetne. Tehát, hogy itt
a háttérben a sok politika, meg egyéb szempont mögött azért ennek a gázmezőknek a hozzáférése is egy fontos szempont lehet. És ezeket valószínűleg nem szabad elfelejtenünk, és figyelem, vagy szóval szem előtt érdemes tartanunk. Köszi neked, vagy nektek mind a kettőtöknek ezt a hozzáadott értéket, gondolatokat, és kicsit visszatérnék a szankciókra, hogy amikor múlt pénteken itt ültünk, akkor még az volt, hogy gyenge szankciókat hozott Európa, Egyesült Államok. Azóta ez már keményedett. Mire láttok még esélyt, hogy tehát tud-e ez még tovább keményedni, hogy a háború kimenetelét, lefolyását befolyásolja? Van-e ebben még energia? András? Van persze. És ugye igazából az, ami az orosz gazdasággal most történni fog, és itt kérdő és reménykedő tekintettel nézek az itt lévő közgazdászokra, hogy hát ha erről tudnak valamit mondani, de itt nem csak az intézményes szankciók ütik meg az orosz gazdaságot, hanem az is, hogy rengeteg nyugati cég anélkül is leállítja a működését Oroszországban, hogy egyébként a szankciók miatt erre köteles lenne. Ez a trend, ez várhatóan folytatódni fog, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ezek a hatások jellemzően összeadódnak. És mivel ilyen szintű kivonulás még soha nem volt az orosz gazdaságból, vagy más gazdaságból se, bár Iránban 79-ben mi volt ezt nem tudom, nem biztos, hogy meg lehet becsülni ez a kumulatív hatás, ez mennyire lesz erős, különösen, hogyha néhány hónapos időtávokban gondolkodunk. Tehát a saját szakterületemben valamennyire minimálisan átfed, ugye a polgári repülés, ugye mind a Boeing, mind az Airbus bejelentette, hogy leállítja az orosz légitársaságok ilyen típusú gépeinek szervizelését. Innentől hetei vannak hátra az orosz légiközlekedésnek, egyes gépeknek napjai. Mert nincs alkatrész, nincs ellátás, nem lesz megfelelő kenőanyag, egy csomó minden nem lesz. Az, hogy ezeknek a dolgoknak milyen típusú hatásai lesznek, hogyan lesznek ezek az egymást erősítő hatások, erre szerintem semmiféle átfogott terv vagy korábbi precedens nem létezik. Valószínűleg az oroszok sem tudják, hogy pontosan milyen hatások érik őket. Én oroszosként, szovjetológusként ilyen új beszél szempontból értelmezem ezt a dolgot. Minél többször hallom orosz hivatalos személyektől, hogy tudjuk kezelni a szankciókat, nincsen probléma, mindenre fel vagyunk készülve, annál inkább vagyok hajlandó azt gondolni, hogy valóság az ellenkezője. Tehát az, hogy az orosz tőzsde negyedik napja nem nyit ki, ez azért egy elég indikatív dolog. Ezzel együtt is nincs olyan, szerintem, gazdasági lépés, ami egy folyamatban lévő háborút rövid távon le tudna állítani. Tehát némi vulgaritással fogalmazva ezt most erőből megpróbálják végig tolni. És néhány hétig ezt biztosan tudják megcsinálni. Tehát minden hosszabb távú hatás az után kezdhet el érvényesülni, hogy vagy sikerül erőből végig tolniuk, vagy teljesen egyértelmű váljuk Kreml számára is, hogy ez így nem megy. De most még néhány hétig biztosan próbálkozni fognak ezzel. Még egy dolog, szankciók. Amelyik irányba tovább fognak menni a szankciók, az az orosz elit vagyonelemeinek felderítése és záralávétele, francia példát követve esetleg lefoglalása. Ebben még nagyon komoly potenciál van. Még ugye eddig ennek egészen kis arányának mentek. Utána új elem egyébként a mostani szankciós rezsimekben, hogy immár a családtagokat is érinti. Egyébként mondjuk Szergij Kirijenkónak a gyereke, ő nem tehet semmiről, ő nem döntéshozó, de ezzel együtt a szankciók újra is kiterjednek. Várhatóan ez az irány is folytatódni fog. Családtagok, volt feleségek, szeretők, strómanok, minden ilyesmi. Ez még nagyon messzire mehet, nagyon sok vagyonelem van. Köszi ezt, hogy hozzátetted. Krisztián, nem tudom, hogy ehhez akarsz-e, de én tartogattam a végére neked, illetve mind a kettőtöknek egy fontos kérdést, hogy a magyar keleti nyitás koncepciója ebben a történetben hol helyezkedik el, és ebből mi lesz, lehet most? Én azt gondolom, hogy az Orbáni hintapolitika az most a NATO tagok számára különösen fontos kérdésé válik. Tehát ezt, amit eddig lehetett csinálni, hogy itt is vagyunk, meg ott is vagyunk, ezt nyilvánvaló, hogy háborús helyzetben nem fogják tolerálni, és nem véletlen, hogy a miniszterelnök a szavaival a legteljesebb mértékben kiállt a legutóbbi napokban, úgymond
szövetséges oldalon. Ami érdekes, hogy a médiája nem tette ezt, tehát a NER média szerintem önmagát adja, és ilyen szempontból jobban megtudjuk azt, hogy a Fidesz koncepció az micsoda, hogyha a közmédiát figyeljük furcsa módon, úgymond az igazságot ebben a kérdésben, mint hogyha a miniszterelnök szavait hallgatjuk, de a kérdés igazából az, hogy lesz-e politikai büntetése Nyugat részéről azért, amit itt történt, mert végül is a Nyugat értelmezheti a történteket úgy, hogy őt Orbán Viktor elárulta. Azokkal a kis bizniszekkel, amiket az oroszokkal kötött, a kémbankkal, a fegyvercsempészeknek a kinemadásával, és még sorolhatnék sok ilyen történetet. És ezért, ezekért a politikai stiklikért adott esetben történhet politikai büntetés. De hogy ez lesz-e vagy sem, azt én se tudom. Én csak egy dolgot tudok, hogy ez a tojástánc, ez a nyilvánosság előtt nem lesz hózamosabb ideig fenntartható, viszont hogy mekkora hatása volt eddig, az hallatlan izgalmas, mert hogy Magyarországon a közelményi kutatások szerint azért a lakosságnak körülbelül fele Ukrajnát ugyanúgy hibáztatja ezért a történetért, mint Oroszországot, miközben Nyugat-Európában nincs még egy ország, tehát Szerbia lehet az egyetlen, ahol ez az arány hasonló. Tehát, hogy magyarán a keleti nyitás, mint propaganda, nagyon is hatásos volt Magyarországon belül, és a magyar lakosság nagyon nagy része mind a mai napig erre a történetre, ennek a kormánypárti olvasatára vevő. A kérdés, hogy ez hogy fog megváltozni a különböző képek és hírek hatására, amit erről látunk. Köszönöm szépen. András, neked ehhez van-e gondolatod, amit hozzátennél? A klasszikus keleti nyitás, a klasszikus értelemben vett keleti nyitás, az koncepcionálisan sohasem volt egy különösebben acélos konstrukció. Tehát ha visszaemlékszünk, ugye eleinte az volt a mondás majdnem egy fél évig, hogy keleti szelek fújnak a világgazdaságban, tehát keletre kell hajóznunk. Na most, aki már valaha látott hajót, az sejti, hogy keleti széllel mindenfele lehet menni, mondjuk keletre speciálpont nem. Tehát hogyha a keleti szelek fújnak, akkor nem igazán állt össze ez a metafora, nagyjából egy fél év után keverték le, és akkor jött az, hogy keleti nyitás. A kitűzött célokat, ugye történész vagyok, és szeretek dokumentumokat olvasgatni, ugye a keleti nyitásnak itt mai napig nincsen egy olyan kidolgozott stratégia, amit fel lehetne mutatni, hogy na ez a keleti nyitás stratégia. De azért más elsődleges forrásokból, nyilatkozatokból össze lehet ezt rakni. Ugye az volt a cél, hogy a magyar külkereskedelemben az Európai Uniónak a részesedését csökkenteni lehessen egyfajta kelet felé fordulással. Tehát ez kezdetben egy kereskedelem politikai átorientáció irányzott volna erő. És ugye van ebben egy trükk, egy retorikai trükk. Vannak nagyon szép eredmények, számszerűen egyébként nem jött össze, tehát hogy összességében nem csökkent az EU aránya a magyar külkereskedelemben, és egy picit nőtt is, de itt megint reménykedve nézve a közgazdászokra. Van viszont egy nagyon szép trükk. Ugye a keleti nyitás, és ez nekem nem dolgom, hogy erkölcsi döntéseket hozzak, én ezt szakmai, politikai oldalról nézem. A keleti nyitás kapcsán, ugye például tényleg nagy számban jön be az országba Magyarországtól keletre levő területekre a befektetés. Az egyik ilyen legnagyobb befektetőnk az nem Kína, az Dél-Korea. De a keleti nyitás, mint ilyen narratív konstrukció, az alapvetően arra szolgált, hogy az autoriter keleti rendszerekkel lehessen a kapcsolatokat erősíteni, ezen kapcsolatok erősítését legitimálta a keleti nyitás, mint koncepció. Viszont a legtöbb befektetés nem ezekből a rendszerekből jön, hanem a demokratikus Dél-Koreából. De ezzel együtt, amikor a keleti nyitás számszerű eredményeit látjuk, abban benne vannak a dél-koreai adatok is, sőt a dél-koreai adatok húzzák föl. Viszont a politikai problémát nyilván az autoritár rendszerekkel való barátkozás okozhatja elsősorban a szövetségesek felé. Úgyhogy itt a kereskedelmi teljesítmény és ennek az országszintű eloszlása, illetőleg az, hogy a politikai értelemben mely rendszerekhez próbált közelni a magyar külpolitika, ez azért nem fedett 100%-osan. És abszolút egyetértek azzal, amit Krisztián mond, amikor kitör a szomszédban egy háború, és a keleti nyitás egyik kulcsfontosságú partnerországa az agresszor, akkor ez innentől zéró összegű játszmává válik. Tehát innentől nem lehet középen állni, megpróbálni meg lehet, de történelmileg ez nem nagyon szokott sikerülni senkinek, pláne úgy,
hogy azért, tehát én megint csak szakmai oldalon nagyon nehezen tudom azokat értelmezni, azokat a megnyilatkozásokat értelmezni, hogy Magyarországnak ki kellene maradnia. Tehát Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja. Mindkét szövetségi rendszer hoz döntéseket, ezeket Magyarország megszavazza, mint minden normális szövetséges. Ezen a ponton, hogyha megszavazzuk az EU és a NATO döntéseit, már pedig megszavazzuk, akkor miről beszélünk, amikor a kimaradást hangoztatjuk? Tehát én ezt koncepcionálisan nem értem. Még csak egy dolgot jegyeznék meg ennek kapcsán, hogy a keleti nyitás az valójában, ha ennek van tényleges politikai célja, akkor az az illiberális állam szilárdítása volt, mert hogy ez az a rokon kapocs, ami Putyint és Orbán Viktort összeköti. Nézzük meg, hogy mennyi mindent másolt a NER le adott esetben az orosz demokrácia működtetés modelljéből, hiszen Oroszországban is van parlament, ott is vannak fékek és ellensúlyok, legalábbis papíron van ügyészség, ami külön van a bíróságtól, és minden egyéb, ami nálunk is van. És ha valamivel meg tudjuk fejteni ennek a keleti nyitásnak az ideológiai részét, akkor szerintem az leginkább ez. Legalábbis az én olvasatomban. És ez az, ami egyébként meg fog maradni minden jel szerint, mert hogy a rendszer működtetésének ezek annyira fontos pillérei, hogy biztos vagyok benne, hogy emiatt nem fogják bejelenteni, hogy az illiberális állam helyett egy liberális állam lesz a Fidesz következő társadalompolitikai projektje. Még keleti nyitáshoz annyit, hogy az alapötlet egyébként egyáltalán nem volt rossz. És számos másik ország is intenzívebbé tette a kereskedelmét keleti államokkal. Tehát itt nem vagyok abban biztos, hogy ez valami inherensen ördögtől való dolog lett volna, különösen, hogyha a gazdasági részét nézzük. Szóval mennyire volt ténylegesen megalapozott, nyilvános forrásokból dolgozó kutatóként, én ezt egyszerűen nem tudom megmondani. Tehát, hogy tényleg hiányoznak azok a stratégiai dokumentumok a nyilvánosság számára elérhető módon, amiből ezt lehetne igazolni. Lehet, hogy ezt annak idején kiszámolták, megtervezték, de ez nem nyilvános, tehát ezt nem lehet megmondani, hogy ez tényleg volt-e így. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, én nem tudom. És a számok nem igazolják ennek a sikerét. Tehát itt rengeteg kérdőjel van e körül a projekt körül. Én nagyon remélem, történészként, aki szeret levéltárba járni, nagyon remélem, hogy egyszer ez majd kiderül, hogy ez ténylegesen hogy volt. Én is nagyon remélem ezt, meg bízom ebben, és őszintén szólva most úgy érzem magam így a vége felé közeledve, hogy több kérdés marad bennünk, mint amennyivel akár elindultunk az este folyamán. Én csak azt tudom, egyrészt köszönöm neked, András, és neked, Krisztián, hogy segítetek így mélyebben, jobban értelmezni azt, hogy mi történik körülöttünk meg velünk. És köszönöm azoknak, akik a Facebookon követtek minket, hogy itt voltak velünk, megköszönöm a figyelmüket, és egyet ígérhetek, hogy folytatjuk szerintem hamarabb, mint ahogy most úgy első körben gondolnánk. Szóval jelentkezünk még hamarosan, és köszi, hogy vagytok.